A Skipper magazint a Magyar Vitorlás Szövetség és a Balatoni Hajózás ZRT támogatta. Ugyan Tihanyt a legtöbben az apátságról és a kompról azonosítják, ám ezek mellett is számos nevezetessége van, például a helyi hajósejtlet. Nálunk mindig úgy van az edzésprogram, hogy reggel kezdődik egy ilyen rövid keringés szintrehozással, ami egy ilyen, vagy egy gimnasztika, vagy ilyenkor nagy melegben inkább úszás. Utána van egy kis idő, utána megbeszélés a délelőtti feladatokat, van egy délelőtti edzés, ami általában 2 és 3 óra közötti. Utána egy hosszabb ebédszünet pihenővel, ott szintén megbeszélünk mindent. És utána délután van még egy edzés, ami szintén ilyen 2-3 órás, és utána pedig szintén egy kiértékelés, és utána pedig egy olyan 3-4 órás erőnléti edzés még. És ez minden nap az edzőtáborok és edzések alatt így megy. A Tihanyi Hajósegylet 420-asait 5 páros alkotja, évi 100 napot készülnek, ez pedig már az utolsó edzőtábor a magyar bajnokság előtt. Mi főleg erős szélben vagyunk jók, főleg a súlyunk miatt, de gyenge szélben is könnyedén fel tudjuk venni a versenyt a többiekkel. A közép szél az a gyengénk. 2 nagy ellenfelünk van ebben a mezőnyben, most mind a ketten kint vannak az Európa-bajnokságon. A Takács Illőle Varga Zsófia páros az egyik, a másik pedig a Szilasi Fábián Wolf Szabolcs páros. Ebben az évben töltöttem be a 18 000, jövőre én már ebben a hajóban nem vitorlázhatok itt Magyarországon, úgyhogy jövőre én valószínűleg 470-esbe fogok ülni. És Levente is. Hát mi úgy képzeljük el, hogy a Morzsi, a Regős Attila marad az edzőnk, nekünk teljesen megfelelő ez a felállás. Hát én a tanulást mindig is ez volt a fejemben. Nem a vitorlázásra szeretném föltenni az életben, de természetesen magyarországi szinten szeretnék komoly munkát végezni és komoly eredményeket elérni. Regős Attila 470-esekkel is foglalkozik, ám nem csak a fiúk hűségesek hozzá, hanem ő is a versenyzőihez. Szeretek a víz ellenőt, tehát magát az egész létet én szeretem. Igazából nem is az eredmények számítanak. Mondjuk azt jól nézni, hogy nagyon ügyesen vitorláznak a srácok és a gyerek. Azt el lehet, hogy honnan indulnak össze és hova érkeznek mondjuk ilyenkor a bajnokság előtt, azért óriási különbségek vannak, ezt mondjuk jól látni.